Sziasztok, bikák! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte, és örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek. Örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy novemberben milyen energiák várhatóak a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá, először is egy angyali üdvözlet kártyával kezdjük, ami a te esetben az anya, apa, Isten, univerzum kártya. Tehát ez igazán arról szól, hogy kapcsolódsz az univerzumhoz ebben az időszakban, és a spirituális szülőd úgymond a szeretetét küldi, és pozitív energiát küld, valamint inspirációt, hogy segítsen neked abban, hogy tovább lépj ebben az életed ebben a szakaszában. Bármin is mész keresztül, igazán az angyalok azt üzenik, hogy veled vannak, és igazán mindig kapcsolatba léphetsz velük, hogyha szükséged van rá, mint láthatod, ezen az áprán is kapcsolatban van az univerzummal. Tehát itt igazán néhányatoknak nagyon fontos ez, hogy halljátok, hogy úgymond az angyalok veletek vannak bármilyen szituációban is mész keresztül. A kirakásod közepén az érmék 9-es áll. Az érmék 9-es az általában a függetlenségnek a kártyája, valamint a pénzügyi stabilitásáért, és stabilitásáé, amikor valamiért keményen megdolgoztunk, és ennek élvezzük a gyümölcsét. Mit jelent ez párkapcsolatok területén? Hát először is, ha egyedül vagy, én igazán azt látom, hogy te nem rohansz egy új kapcsolatba, hanem élvezed a függetlenséget, ami jelenleg megvan, és igazán válogatós vagy abban a tekintetben, hogy ki az, akit beengedsz az életedbe. Ha pedig meglévő kapcsolatban vagy, akkor jelenti az, hogy a kapcsolat igazán túlesett az elsődleges szakaszon, és abban a szakaszban van, amikor már élvezitek egymásnak a társaságát. Egy érett, általában egy érett kapcsolatot jelent, amikor már ugye jobban megismertétek egymást. Azt is jelentheti néhányatoknak, hogy a társatok megadja nektek azt a függetlenséget, amire szükségetek van ahhoz, hogy megvalósítsátok az álmaitokat, a szenvedélyeiteket, a hobbitokat, igazán ez bármi lehet, tehát a társatok mindenképpen támogat titeket. Aztán a kirakásod az uralkodóval kezdődik. Az uralkodó a stabilitásnak, a struktúrának a kártyája, mindenképpen jelenthet egy stabil kapcsolatot, vagy egy stabil kapcsolat létrejöttét az életedbe, amikor igazán minden jól megy, ez általában egy hosszú távú kapcsolatnak a szimbóliája. Ha egyedül vagy, akkor jelenti, hogy egy ilyen kapcsolat jön az életedbe, vagy pedig, ha már kapcsolatban vagy valakivel, akkor ez egy stabil kapcsolat. És ezért nagyon kötődik az érmék 9-es energiájhoz, amikor beszéltünk arról, hogy a kapcsolat már túlesett az elsődleges nehézségeken, vagy az elsődleges szakaszon. Ami igazán ugyancsak fontos megemlíteni az uralkodóval, hogy az uralkodó általában, hogyha női energia vagy, jelenti azt, hogy egy olyan férfi energiával van dolgod, aki egyébként nagyon jó az életed minden részére, tehát nagyon pozitív hatással van rád. Az egyetlen problémája ennek az illetőnek, hogy nem képes kifejezni az érzelmeit, ami lehet, hogy téged bizonytalanná tesz. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeret téged, hanem csak nem tudja kifejezni azt.
Ha pedig te vagy ez a férfi energia, akkor oda kell kicsit figyelned arra, hogy jobban kifejezd az érzéseidet, hogy ne legyenek a társaid bizonytalan helyzetben. A következő lap az a botoknak az apródja. Tehát az apródok lehetnek fiatalabb személyek, lehetnek gyerekek, de hozhatnak üzenetet is. Tehát itt lehet, hogy néhányatoknál igazán, hogy a kapcsolatról van kapcsolatod. Itt egy idősebb női energia van, valamint egy idősebb férfi energia, és ez lehet, jelentheti a gyereket is. De ha megnézzük a botok apródját, mint mondtam, jelenthet valamilyen üzenetet. Tehát lehet, ez valamilyen szenvedélyes üzenet, amikor elég tüzes, tehát ez a szikra, amiből nagy dolgok keletkezhetnek. Tehát ha valami kezdeti kapcsolatban vagy, akkor igazán azt látom, hogy nagyon sok szenvedély van, nagyon sok kaland, tehát ez egy nagyon kalandvágyó, nagyon szenvedélyes a botok apródja. Ha már meglévő kapcsolatban vagy egy hosszú távú kapcsolatban, akkor lehet, hogy ez a kártya jelentheti azt, hogy igazán arra szólít fel, hogy talán itt az ideje eldönteni, hogyha a kapcsolat nem működik jól, hogy ezt a kapcsolatot tovább folytatod, vagy megszünteted. Aztán a következő lap az érmék 8-as. Az érmék 8-as az a kemény munkának a kártyája. Amikor égnappallá téve dolgozunk valamin, egész jelentheti azt, hogy nagyon sokat dolgozol, és jobban oda kell figyelned arra, hogy mennyi időt töltesz a munkával, és mennyi időt töltesz a szeretteiddel. Azt is jelentheti, hogy keményen dolgozol a kapcsolatodon, vagy azért, hogy egy kapcsolat bejöjjön az életedre. Ha egyedülálló vagy, akkor el tudom képzelni, hogy égnappallá téve a randi oldalakon, applikációkon vagy üzengetsz oda-vissza az emberekkel, egy-kettő üzenet az elég szenvedélyes is lehet, és igazán dolgozol azon, hogy valaki bejöjjön az életedbe, de én azt látom, hogy válogatós is vagy. És általában a kemény munka meghozza az eredményét. Meglévő kapcsolatban is jelentheti azt, hogy keményen dolgozol a kapcsolaton, hogy a kapcsolat javuljon, a kapcsolat jól működjön. De nézzük meg, hogy mi lesz a következő lap. Tehát ez a kardok kettes. A kardok kettes az valamilyen döntést jelképez, egy olyan döntést, amit nagyon nehezedre esik meghozni. Tehát ez a döntés, ez mindenkinél más lehet. Néhányatoknak arról szól, hogy két személy közül kell választani. Néhányatoknak arról, hogy kapcsolatodat megtarts, vagy szakíts vele. Néhányatoknak arról, hogy a függetlenséget tartsd meg, és valakivel kapcsolatba lépj. Tehát itt mindenkinél más és más, de a jelentés az ugyanaz abból a szempontból, hogy egy olyan döntésről van szó, amit nagyon nehezebb esik meghozni, bár a szíved mélyén tudod azt, hogy mi az a jó döntés. Tehát ez a kártya mindig arra szólít fel, hogy hallgass a megérzéseidre, az ösztöneidre, és igazán ez a döntés, amikor meghozott valami jó dolgot fog elhozni az életedbe. Aztán az következő lap, a főpap. A főpap az a hagyományos értékeket képviseli, valamint a kötődésünket a menny és a föld között, amit igazán érdekes, ha visszagondolsz, az első, az angyali kártya, az arról szólt, hogy kapcsolatban vagy az univerzummal. A főpap is igazán ezt az energiát is képviselheti, hogy bármikor kapcsolódhatsz az univerzumhoz, mert a főpap az, aki kapcsolatot teremt a Föld és az univerzum között. De tehát jelenti a hitet, a hitünket, jelenteti, hogy igazán legyen hited abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Ami igazán érdekes, hogy
Igen, két vezető jött ki ebbe a kirakásba, a főpap és az uralkodó. Tehát a főpap, az mint mondtam, mindenképpen a hitrendszerünket, a misztikát jelképezi, úgymond a tanult dolgokat. Az uralkodó pedig a materiális stabilitás, a siker. Tehát itt igazán lehet, hogy néhányan ezt próbáljátok egyensúlyozni, hogy a stabilitást, valamint a hitet. De ha megnézzük a főpapot párkapcsolatok tekintetében, ha egyedül vagy, akkor jelzi az, hogy egy tradicionális kapcsolat jön az életedbe. Meglévő kapcsolatban pedig ez a házasságnak a kártyája. Tehát lehet, hogy néhányatoknál eljegyzés, vagy pedig házasság várható. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. Előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás a segítségede volt, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szüksége van rá. És neked ez csak egy gombnyomás, remélem, hogy már sikerült is megnyomni mind a feliratkozást és a like gombokat. De nagyon szívesen olvasom azt is, hogy mi történik veletek, mi ez a döntés, amit meg kell hozni, amin gondolkodsz. Aztán a következő lap a torony. Tehát a torony általában több dolgot jelenthet, sokan megijednek tőle. A torony az jelzi azt, hogy az életünk úgymond hirtelen megváltozik. Tehát bejön valami olyan dolog, ami felfordítja az életünket. Általában akkor szokott a torony eljönni, ha egy helyzetben túlságosan sokáig maradtunk, és nem hoztunk meg valamilyen döntést. Például akkor igazán a torony az azt jelzi, hogy az univerzum közbelép, hogy meghozza ezt a döntést helyetted. És ha megnézed itt, ez pont a döntés mellett van, a döntésképtelenség mellett. Tehát ha nem fogod meghozni ezt a döntést, amit igazán a szíved mélyén tudsz, hogy mi az, amit meg kell hozni, meg kell lépned, akkor az univerzum közbe fog lépni, hogy ezt a döntést meghozza neked. Ami nagyon érdekes nekem ebben a felső sorban, hogy a döntés egyik oldalán a stabilitás áll, a stabilitás a struktúra, a másik oldalon a káosz és a stabilitás lebomlása. Tehát ezt igen, neked kell értelmezni a döntésed folyamán, hogy mi ez a két oldal. De a másik nagyon érdekes dolog itt nekem, hogy a torony a főpapot követi, és a főpap az a tradicionális értékeket jelez, valamint a torony a tradicionális intézmények lebomlását. Tehát itt néhányatoknál igazán jelentheti a torony az, hogy a gondolkodás módod teljesen megváltozik, és másként fogod látni a dolgokat. De ez mindenképpen valami olyan változás jelent, ami egy kicsit kaotikus, amikor úgy érzed, hogy kihúzták a talajt a lábad alól. Néhányatoknál ez jelenthet-e egy kapcsolatnak a végét is, de nem feltétlenül. Igazán jelentheti azt is, hogy a kapcsolat annyira megváltozik, hogy rá se lehet ismerni. És mondjuk abban a vonatkozásban lehet, hogy van egy olyan segítő, egy terapeuta, egy gyógyító, aki úgymond segít abban, hogy átalakítsa ezt a kapcsolatot. Tehát ez, mint mondottam, a torony az jelzi azt, hogy a régi struktúrák teljesen megváltoznak. Ha egyedülálló vagy, akkor a torony az jelenthet egy olyan kényelmetlen helyzetet, ami igazán segít abban, hogy felismerd azt, hogy miért vagy egyedül. Ez mindenkinek más lehet, hogy túlságosan válogatós vagy, és nem ismered fel azt, ami az előtted váló lehetőségeket. Ez csak egy példa. De mindenképpen ez az élmény
bár negatív lehet, nem kellemes, segít abban, hogy felismerd azt, hogy mi az, ami változtatnod kell. Aztán a következő lap a Kejhek lovagja, ami egyébként egy nagyon jó lap, egy romantikus, álmodozó, jelentett szemét, jelentett téged, vagy a kártya energiáját. De általában a lovagok valamilyen romantikus gesztust hoznak, a lovagok valamilyen akciót hoznak az életünkbe, és a Kejhek lovagja az pedig valamilyen romantikus gesztust hoz. Ez a romantikus gesztus, ez lehet egy randira való hívás, ez lehet eljegyzés, vagy házassági ajánlat. Tehát itt, ha megnézed, néhányatoknál szerintem ez a kérdés, hogy a házasság vagy nem, mindenképpen nagy szerepet játszik, mert ez a házasság kártyája, ez pedig a meghívás a házasságra. És lehet, hogy ez az ajánlat úgymond teljesen felfordítja az életed. Lehet, hogy ezt nem várod, lehet, hogy ez nagyon meglep téged, és ugye valami miatt ez egy döntés elé, egy döntésre kényszerít téged, hogy igen mond, vagy nem mond igen. És ez lehet, hogy teljesen felfordítja az életed. Aztán az utolsó lap a botok ötös. A botok ötös az a konfliktus és a versengésnek a kártyája. Tehát a konfliktus szempontjából általában egy olyan konfliktust ír le, amikor a konfliktusnak az alapja az, hogy az emberek különböző háttérből jönnek. Ez lehet szociális háttér, ez lehet pénzügyi háttér, amikor úgymond más fajtaképpen látják a világot a származásukból kifolyólag. Lehet, hogy néhányatok egy olyan kapcsolatban van, ahol az emberek, a két társ más közegből jött, és ez néha problémát okoz. De általában ez nem feltétlenül egy komoly problémát ír le ez a kártya. Ez általában az edzésnek a kártya, amikor úgymond próbáljátok a szárnyaitokat, hogy meddig mehetsz el a társaddal, úgymond meddig nyomhatod azt a gombot, mi az, ami kiakasztja őt. De ez a versengés kártyája is. Tehát lehet néhányatoknál úgymond sokan versengenek érted, vagy te vagy az, aki versengsz másokkal. Tehát itt lehet, hogy több személy van a képben, mert ugye ez a döntés lehet egy több ember közüli választást is jelképezhet. Szóval megnézzük a pakli alján, a kardok királynője van. Tehát a kardok királynője az egy nagyon szókimondó ember, aki nagyon sok mindenen átesett, sok fájdalmon, általában az elvált nőt jelképezi, aki úgymond sok csalódáson ment keresztül, és ez mindig nagyon megerősítette őt. De lehet, jelenteti azt is, hogy ez úgymond megijeszték, ez az előző tapasztalatok, és nagyon próbálod védeni magadat, próbálod megvédeni magadat a csalódásoktól, és lehet az ellen küzdesz. Tehát kedves bikák, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.